A fogyatékosok elsősorban autisták nappali ellátását végző otthon gondozottjai zenés, irodalmi műsorral készültek a karácsonyra. Volt citera muzsika, vers jelnyelven és gitárprodukció is. Az ünnepi készülődés persze nem csak egy napról szólt. Az mindig nagy öröm, az ajándék. Hiába az ember örök gyerek marad, mindig öröm, ha kapunk. Persze igyekszünk gyakorolni az adás dolgait, úgyhogy gyönyörű fához jutottunk. Itt áll a ház előtt egy óriási ezüstfenyő, 3 méter fölött van. Szülői és egyéb segítséggel jutott el tegnap este a házhoz, és a Móra iskolásokkal közösen fogjuk feldíszíteni. A csomagok névre szóltak, az otthon lakói személyes ajándékot kaptak karácsonyra. A Roundtable rendszeresen segíti az autista alapítványt, az ajándékokat adományokból teremtették elő. A Mikulás egyeztetett a helyi gondozókkal, vagy a nevelőkkel, és személyre szabottan megkaptuk, hogy ki mit írt, mit üzent a Mikulásnak, és ezt az ajándékot hoztuk el nekik. A Roundtable Eger napokon belül elindítja idei MACI akcióját. Ezúttal a kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának szeretnének vásárolni a bevételből egy új magzati szívhangfigyelőt.